Sziasztok! Nem olyan rég készítettünk nektek egy videót néhány pszichológiai kísérletről. Mivel ezt sokan szerettétek, ezért úgy döntöttünk, hogy ma ismét egy kísérletet hozunk el nektek, ám ezúttal nem pszichológiait, hanem fizikait. Visszarepülünk majd az időben egészen 1943-ig, vagyis a II. Világháború idejéig. Na de ízelítőnek ennyi elég is lesz. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Mai történetünk a philadelphiai kísérlet néven vált ismerté, melyet a mai napig hatalmas homály fed. Ebben a homályban próbálunk majd valahogy kiigazodni, és rájönni, mi történt Philadelphiában 1943-ban. Ahogy már korábban említettük, ebben az évben ugye már javában zajlott a II. Világháború, melyben Amerika több fronton is harcolt. Az Amerikai Egyesült Államok idézőjelben már ekkor sem ismerte a vereség szót, ezért mindent, sőt még annál is többet megtett a végső győzelem érdekében. Na de mit értek az alatt, hogy még a mindennél is többet? Itt jön képbe a Philadelphia kísérlet, pontosabban annak az alapötlete. Sokatok számára ismerős lehet az a szó, hogy Pentagon. Ez az amerikai védelmi minisztérium székhelye, mely Virginia államban található. Noha ez tulajdonképpen csak egy épület, mégis az amerikai hadsereg jelképeként tekintenek rá. Történetünk szempontjából ennek azért van jelentősége, mert az ő indítványozásukra indult el az a kísérletsorozat, mely most a videónk témájául szolgál. Kapaszkodjatok meg, mert ezt nem lesz könnyű megemészteni. Az említett kísérlet célja az volt, hogy láthatatlanná tegyék hadihajóikat. Nem, ez nem egy költői kifejezés arra, hogy észrevétlenek maradjanak, a szószoros értelmében szerettek volna láthatatlanná válni. Tudjátok, mint Harry Potter a láthatatlanná tévő köpeny segítségével. Na de mielőtt rátérnénk arra, hogy ezt mégis hogy próbálták elérni, válaszoljunk meg egy ennél lényegesen egyszerűbb kérdést, miért? Nos, ebben tényleg nincs semmi összetett. Ahogy pár mondattal korábban említettem, az Egyesült Államok foggal körömmel küzdött a háborúban, legfőbb céljuk pedig az volt, hogy minél előbb győzelmet arassanak a háború egyik fő frontján, a Csendes-óceáni hadszíntéren. Láthatatlan hadihajókkal ez pedig gyerekjáték lett volna. Na de most, hogy ismerjük a miértet, rátérhetünk a hogyanra. Hogy tegyenek láthatatlanná egy hadihajót? Részletekbe menő információk erről sajnos nem állnak rendelkezésre, annyit azonban tudni lehet, hogy ezt a mutatványt egy hatalmas erejű, mágneses mező generálásával próbálták véghez vinni. Miután elvégezték a szükséges előkészületeket, sor kerülhetett a főpróbára, melyhez az Eldridge névre hallgató rombolót használták. Erről kapta a nevét maga a történet is, mivel a kísérletet Philadelphia kikötőjének egy lezárt részén hajtották végre 1943 tavaszán. A szóbeszéd szerint a rombolót felszerelték több tonnányi elektromos készülékkel, melyek hatalmas erejű mágneses mező generálásáért, egyszerűbben fogalmazva a hajó eltüntetéséért feleltek. Egyes beszámolók szerint a kísérlet sikerrel járt, a hajó valóban eltűnt néhány másodpercre, és több száz kilométerrel távolabb, a Norfolki kikötőben tűnt fel, majd teleportált vissza. Az egyik szemtanú egy közeli kereskedelmi hajó matróza volt, aki állítása szerint látta, ahogy a semmiből feltűnik egy hajó, majd ismét eltűnik, zöldes izzást hagyva maga után. Na de mi a helyzet a hajó legénységével? A legenda szerint nem volt túl jó hatással a szervezetükre ez a kis kiruccanás, többen is rosszul lettek, émelyektek. Na de egy kis rosszul lét még belefér, gondolták a projekt vezetői, ezért folytatták a kísérletezést. A következő, egyben utolsó próbálkozásra, pár hónappal később, 1943. októberében került sor. Első ránézésre minden terv szerint alakult, a hajó eltűnt, majd kicsivel később újra feltűnt, azonban a visszatérő legénység hiányos volt. Több embernek nyoma veszett, mások súlyos sérüléseket szenvedtek. Mivel a szakértők erre nem tudtak magyarázatot találni, ezért lefújták a kísérletsorozatot. Az esetről azóta számtalan különböző magyarázat született. Egyesek szerint az Egyesült Államok ezzel a kísérlettel kaput nyitott egy új dimenzióba, mások szerint az egész csak egy rossz vicc, míg néhányan úgy vélik, időutazás történt. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben!
Az esetről természetesen azóta számtalanszor megkérdezték magát az amerikai haderőt is, akik azonban tagadják, hogy a Philadelphia kísérlet valaha is megtörtént volna. Természetesen könnyen elképzelhető, hogy ez valóban így is van, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy az amerikai haderőnek is megvannak azért a maga titkai. Gondolunk itt elsősorban az 51-es körzetre, mely egy a mai napig szigorúan titkos katonai bázis. Ha szeretitek az ilyen és ehhez hasonló témákat, és szívesen látnátok tőlünk egy videót akár magáról az 51-es körzetről, akkor azt jelezzétek egy lájkkal. Na de térjünk vissza még pár gondolat erejéig a Philadelphia kísérletre. Nincs tehát semmi bizonyíték arra, hogy bármi is történt volna az egészből, egy-két érdekesség azonban így is akad. A történet valószínűleg egy Carl Allen nevű fickótól származik, aki feltehetően az Eldridge-en szolgált az említett időszakban. Allen mentális zavarokkal küzdött, ezért elég valószínű, hogy az ő fejéből pattant ki a láthatatlan hajó története, mely idővel olyan népszerű lett, hogy nyugodtan nevezhetjük az amerikai hadsereg egyik legjelentősebb mítoszának. Arra egyébként több példa is volt, hogy a különböző haderők bizonyos módszerekkel megpróbálták kevésbé láthatóvá tenni hadihajóikat. Így egyesek például álcázó festéket használtak, míg mások az aknákkal szembeni védelem érdekében alkalmaztak bizonyos eljárásokat. Egy biztos, egyik sem volt olyan hatásos, mint egy láthatatlan hajó, ami a semmiből feltűnik és hatalmas pusztítást végez. Végül, de nem utolsó sorban elmondható, hogy legendák mindig is voltak, mindig is lesznek, melyről mindenki szabadon eldöntheti, hogy elhiszi vagy sem. A ma bemutatott történet minden esetre egy érdekes elgondolás, annyi biztos. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!